Takács Tamás moderálásával folytatódott az Égész Kultúráért és Művészetért Alapítvány irodalmi est sorozata. Az Égészőben mutatták be a 2023-ban kiadott William Shakespeare szonettjei című kötetet Fazekas Sándor fordításában. A Shakespeare legenda apropóján az irodalom barátai egy beszélgetés keretében szembesülhettek a fordítói dilemmákkal, hallhattak a nagyon is tetten érhető nyelvi korlátokról, illetve a nagyművek lefordíthatatlanságáról. Szabó Lőrinc fordította utoljára Shakespeare szonetteket, és ez az új fordítás azért kimagaslóan fontos szerintem, ugyanis a Szabó Lőrinc ugye mint költő fordította, ami egy csomó olyan költői képet vitt bele, ami a magyar irodalom jellemző, viszont Fazekas Sándor fordításában egy kicsit hasonlít sokkal inkább a Shakespeare eredetihez. Fazekas Sándor tehát újra fordította a szonetteket, a nagyívű vállalás, hogy Szabó Lőrinc után, aki a maga költői attitűdjével tette közkincsé Shakespeare 154 szonetjét, figyelemre méltó változásokat nyújt az olvasónak. Ez a koncepciónak a lényege, hogy nem a költői versenyben akartam legyőzni Szabó Lőrincet, mert annak nincsen értelme, hanem egy más jellegű kiadást létrehozni, ami irodalomtörténetileg megtámasztja az egészet. Tehát olyan kontextust épít a mű háta mögé, amelynek a segítségével jobban értjük Shakespeare-nek a szonetjeit. A szerző beszélgető partnere Pikli Natália a kötet lektora volt, aki megerősítette. A könyv alapvetése, hogy az új fordítás az eredeti Shakespeare mű teljességét tudja nyújtani azzal, hogy a szonettek korabeli nyelvi bravúrjai is megmaradjanak. A Szabó Lőrinc fordítások nagyon szépek, csak nagyon sokszor túl szépek, és egy kicsit csalnak, és nem azt mondják, amit Shakespeare eredetileg leírt. És én ebben tudtam segíteni a kötet fordítójának, Fazekas Sándornak, hogy a legfrissebb tudományos eredmények alapján, meg én nagyon sokat olvasok ebből a korból nagyon sok szöveget, hogy pontosan mit jelentenek a szavak, hogyan kell ezeket úgy átadni, hogy azt jelenti, amit eredetileg jelentettek Shakespeare korában. A küllemében is imponáns kötet közel 500 oldalnyi jegyzetet tartalmaz, amely irodalomtörténeti alapossággal helyezi kontextusba a verseket.